A Városház előtti téren a győriek felvételről nézhették meg a hétfői római lángceremóniát és a Péri megérkezést. Ezután néhány perccel már élőben is láthatta a lángot a közönség. Hölgyeim és Uraim, Szalóki Ágit hallottuk. Borkai Zsolt polgármester mellett Görbic Anita és a többi sportági nagykövet kísérték a lángot. A polgármester ünnepi beszédében kiemelte, egy közös álom beteljesülése a mai nap, amikor megérkezett Győrbe az olimpiai eszme egyik meghatározó jelképe. Mondhatom bátran, hogy egy álom vált valóra. Talán azért, mert 6 évvel ezelőtt jó páran úgy gondoltuk, nagyon örülök neki, hogy a győriek így gondolták, hogy pályázzunk meg egy olyan rendezvényt, ami révén egyrészt egy sport, több sportág érkezhet ebbe a városba, egy olyan rendezvény, ami a sport mellett bemutatja kultúránkat, ahova 50 ország érkezik, és mi győriek, mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy ilyen környezetben élünk, hogy ilyen országban élünk, és természetesen nem utolsó sorban az a vágy, az a szeretet, amiben biztos vagyok, hogy minden magyar emberben megfordult és megdobogtatja a szívét, amikor az olimpiai bajnok, magyar versenyző áll a dobogó tetején, és halljuk a magyar himnuszt, és az olimpia legkomolyabb és legfelemelőbb jelképét ebbe a városba, Magyarországra hozhatjuk. Azaz az olimpiai lángot. Én azt gondolom, hogy egy nagy tett és egy nagy eredmény. Persze 6 évvel ezelőtt, amikor elnyertük a pályázatot, hogy az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál nálunk legyen, akkor talán abban a pillanatban nem is gondoltuk azt, hogy mennyi munka kell, mekkora összefogás kell, mekkora segítség kell a győriektől, a magyar emberektől, hogy egy ilyen rendezvényt valóban meg tudjunk szervezni. Aztán azt sem gondoltam, én jó magam sem, de talán önök sem, hogy először Magyarországra, de először ebbe a városba érkezhet az olimpiai láng, és ennyi ember előtt, ennyi boldog arcot látva azt mondjam, hogy igen, megérte az a fáradozás, megérte az az összefogás, együtt gondolkodás, ami révén a mai napon itt önök előtt állhatunk, és együtt ünnepelhetjük az olimpiai lángot. Borkai Zsolt megköszönte mindenkinek, akik az elmúlt években segítettek abban, hogy az olimpiai fesztivál Győrbe kerüljön. Bebizonyítottuk mi ebben a városban, hogy egy ilyen jelentős esemény mellett, amit olimpiának hívnak, amikor az olimpiai láng megérkezik egy városba, mennyi minden történhet, mennyi fejlesztés, mennyi összefogás, mennyi együttgondolkodás, szóval mennyi szép és jó dolog tud történni egy ilyen esemény kapcsán. Ezt köszönöm szépen önöknek, köszönöm szépen azoknak, akik eddig és a jövőben is támogatnak ilyen eseményeket. 2 hónapunk van a nyitó ünnepségig. Persze van még mit tennünk, de a mai napon ünnepeljünk együtt közösen. És ezt az ünneplést valóban kísérje majd egy boldogság, egy nagy várakozás, hogy igen, Magyarországon, Győrben, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált fogunk rendezni, és biztos vagyok benne, hogy magas szinten is jól meg fogjuk szervezni. A sportági nagykövetek nevében Görbic Anita beszélt arról, hogy az olimpiai részvétel semmihez sem hasonlítható. Fantasztikus napok vannak mögöttem. Sok szép pillanatot átélhettem már életemben. Emlékszem, amikor 2004-ben, Athénban először léphettem be az olimpiai faluba. Ma is beleborzogunk, felemelő érzés volt számomra, képviselhettem Magyarországot. És emlékszem, mikor 2008-ban Pekingben, már rutinos játékosként, ugyanezt érezhettem át, mint 4 évvel azelőtt. Az olimpia valami egészen különleges, semmivel sem összehasonlítható. Büszke vagyok arra, hogy az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak, hazánknak első olimpiai eseményének, Győr, Magyarországra tarthat otthon.
Büszkeséggel tölt el győriként, hogy hazámat és sportágamat nagykövetként fékképviselhetem. És köszönöm szépen Borkai Zsolt polgármester úrnak, hogy mindezt elhozta Győrnek, Magyarországnak. Nem gondoltam volna, hogy egy olimpiát lehet még überelni, főleg egy aranyérem után, de tényleg Rómában az, hogy beleláthatunk egy picit a háttérbe, és láthattuk az egész olimpiai lángnak a hazajövetelét, ez egy óriási dolog számunkra. Még felnőtt versenyzőként is azért beleborzongunk, és tényleg ráz minket a hidegettől, az élménytől. Én kívánom a fiatal versenyzőknek is, hogy egyszer érjék át ezt az élményt. Műsorban a győri balett fellépése után Szalóki Ági közreműködésével Borkai Zsolt helyezte el az őrlángot a Városháza téren felállított installáción. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig megkérném Győr megyei város polgármesterét, Borkai Zsolt urat, hogy helyezze el az EIOF lángot az emelvényre. Egy hatalmas tapsot szeretnék tehát kérni, polgármester úr, a ceremónia végén a The Beavers adta elő az EIOF hivatalos dalát. Jó estét kívánok, köszönjük szépen a felkérdést, és sok sikert kívánok a sportolóknak. Most akkor jöjjön a premier, itt és most. Mindig az égbe felettem, lépek, oda kell érnem. Elveszik most benne, szobát talán az ére. Én nem csapkoltam semmit, az úgy értem ezt a pár évet. Élem újra, hálad itt én érünk a célba. Az ős bemutatót követően az együttes egy fergeteges élő koncerttel ajándékozta meg a győri közönséget.